Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit rendkívül testület ülésünkön október 13-án csütörtökön. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 fővel határozott képes 2 fő képviselő jelezte távollétét. A meghívó kiküldésre került a napirendi ponttal pontokkal. Ezzel kapcsolatban módosításra nincs javaslatom. Kérdezem a képviselőtestületet, van-e kérdése a meghívóval a napirendekkel kapcsolatban. Más javaslata, véleménye esetleg, ha nincs, akkor javaslom a napirendi pontokat elfogadásra. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene tartózkodás, 9 igen, egy hangú szavazattal elfogadásra került. Egyes napirendi pontunk előterjesztés az energiaválság költségvetési hatásainak kezeléséről szóló intézkedési terv módosításáról szól. Tudomásom szerint az anyag kiküldésre került, tehát ismert a képviselőtestület előtt. Témafelelőst szeretném kérdezni Gulyásné Gálani, tehát hogy van-e kiegészítés ezzel kapcsolatban. Ugye bizottságok nem véleményezték, mert rendkívül testületi ülést tartunk. Amit ugye mindenféleképpen el szeretnék mondani, az az, hogy a képviselőtestület szeptember 29-én határozatban intézkedési tervet fogadott el az energiaválság költségvetési hatásainak kezeléséről. A határozat értelmében több intézményünk, épületünk bezárásra kerül, működése, esetleg részleges felfüggesztésre a fűtési időszakra, ez ismert a tisztelt képviselőtestület előtt is. Tehát ez a döntés született, azonban az eltelt időben a fenti döntést követően az érintett ingatlanok használói részéről jelzések, kérelmek érkeztek, illetve ezt követően egyeztetések történtek, mindezt figyelembe véve a korábbi intézkedési terv vonatkozásában módosításokat javaslok elfogadni a képviselőtestület részéről a határozat tervezet szerint. Mivel a határozat tervezet előterjesztés kiküldésre került és a határozat tervezet is, azért kérdezném a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés. Vélemény esetleg más javaslat. Én azért nem részletezném, mert gyakorlatilag ez ismerté fog válni azok számára is, akik a kérelemmel felénk fordultak, a képviselők ezt megismerték, és hosszan tartana, hosszú időt venne igénybe, ha ezt részleteznénk. A határozat tervezet lényege az, hogy azokat a kedvezményeket, azokat a lehetőségeket, amelyeket módunkban áll megadni, azokat megtesszük. A civil szervezetek, a magánszemélyek, a hivatalos szervek, oktatási intézmények, egyesületek vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy itt is az egyeztetések során időt, energiát nem kímélve, hát a falig elmentünk, ami a lehetőségeinket, amit a lehetőségeink most adnak, és úgy hiszem, hogy a lehető legjobb és legoptimálisabb határozati javaslatot tettük most le egyetértésben azokkal a szervezetekkel, személyekkel, akik kérelemmel fordultak hozzánk. Úgy hiszem, hogy a jövőben is mindenféleképpen arra fogunk törekedni, arra kell törekedni és arra fogok törekedni, hogy a lehető legkisebb idézőjelbe kárt szenvedjék el a lakosok, intézmények, viszont mindenféleképpen szem előtt kell tartanunk azt, hogy van egy önkormányzatunk, és van egy város, aminek működnie kell. A működő képesség, a kötelező feladatok ellátása mindennél fontosabb, ezeket kell szem előtt tartani, de ha vannak lehetőségek, akkor természetesen igyekszünk mindenkit segíteni. Nem tudjuk, mit hoz a jövő, látjuk a kormányzati intézkedéseket is, de azt hiszem, hogy napról napra új helyzettel vagyunk kénytelenek szembesülni, és ezek az új helyzetek mindig feladatokat támasztanak, amire a megoldásokat meg kell találnunk. Én kérem a képviselőtestületet, a tisztelt tévénézőket, a lakosságot is, hogy a legkompromisszumkészebbek legyenek, együttműködőek, és közösen keressük a megoldást, hogy ezt az időszakot átvészeljük. Nem szeretném tovább szaporítani szót, egyetlen egy megjegyzésem lenne, és egy javaslatom a határozat tervezetben. Ez a mai nap történéseinek a
folyamánya. Igazgató úrral, Szabó Zoltánnal történt egyeztetés során a mai napon arra megállapodásra jutottunk a kancellár úrral is közösen, az én tudomásom szerint és tájékoztatásom szerint, hogy a határozattervezetben meghatározott vagy rögzített 50%-os kedvezmény helyett 75%-os kedvezményt tudunk biztosítani az intézményes sportcsarnok használatával kapcsolatban. Ezt mindkét fél elfogadta. Én ezt a módosítást szeretném a határozattervezetben megtenni. Egyéb módosításra nincs javaslatom. Én köszönöm igazgató úrnak és kancellár úrnak is, hogy elfogadta azt ugye az egyeztetések során, hogy az önkormányzatnak és a Tivaszol Kft-nek, mint ugye a sportcsarnok működtetőjének vannak olyan kiadásai, amitől eltekinteni nem tudunk, de az együtt gondolkodásban eljutottunk odáig, hogy ezt a fajta térítési díjat ezt tudja vállalni az intézmény, úgyhogy így mennénk a jövőnek neki. Egy gondolat még, amit fontos megjegyezni, ugye a sportcsarnok esetében a hőszivattyús rendszer beüzemeltetése folyamatban van, amint ez megtörténik, mint ahogy a határozattervezet is tartalmazza, újra visszatérünk a működési feltételekhez, megvizsgáljuk, hogy milyen fogyasztást generál ez, milyen kiadásokat eredményez, és milyen módon lehet üzemeltetni, vagy nem üzemeltetni a csarnokot a hőszivattyús megoldással. Úgyhogy ez is nyitott, de a határozattervezetünk ezt a fajta lehetőséget is rögzíti, és fenntartja. Ezekkel a kiegészítésekkel, szóvali kiegészítése és az alábbi módosítással, ha nincs kérdés, vélemény vagy más javaslat, én a határozattervezetet elfogadással javaslom. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene tartózkodás megállapítom, hogy 9-1 hangú igen szavazattal elfogadásra került. Egyebek napi rendi pontunkban esetleg közérdekű bejelentés kérdés van-e? Igen? Egy kérdésem van, hogy az Andria utcánban, ott a piacnál, ahol történt egy sávban az aszfaltnak a felbontása az esővezeték miatt, mikor ez helyreállítva? Útépítési munkálatok azok december 31-ig, ha jól emlékszem, de december végéig tartanak, és ennek ezen időszak alatt kerül helyreállításra ez a útszakasz. Tehát december 31-ig mindenféleképpen, amint ugye a munka ütemezése ezt lehetővé teszi, ugyanis ez a meleg aszfaltos technológiával kerül kivitelezésre, azt tervezni kell, hogy az aszfalt keverő üzemből mikor, milyen mennyiség és hogy kerül majd kiszállításra. Van esetleg más észrevétel vagy kérdés? Ha nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Testületi, miért bezárom.